Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett történelem könyvtár szakon Szerbné Virág Rita, a Pákolisz István Városi Könyvtár szeptember 1-jével kinevezett intézményvezető helyettese, egyúttal megbízott intézményvezetője. A könyvtárban 2013 óta dolgozik, jelenlegi tisztségét a korábbi igazgató Pummershelyné Bedekovics Zóra tartós távolléti idejének lejártáig várhatóan 2022. szeptemberéig tölti be. Takács Gyula munkáját veszem át, aki az elmúlt években megbízott vezetőként dolgozott a könyvtárban, és szeretném, hogyha a könyvtár az ő, meg az eddigi évek jó gyakorlatait tovább folytatná, megőrizni a hagyományokat, és hogy jól tudjunk reagálni az elkövetkezendő időszak sokszor nem is látható kihívásaira. A pandémia utáni újranyitást követően fokozatosan visszaállt a teljes körű szolgáltatás a könyvtárban, a kölcsönzés és a helyben olvasás is a megszokott rendszerint működik, és újraindulhattak a rendezvények is. A következő rendezvényünk szeptember 20-án lesz. Egy fiatal költőnő könyvét mutatjuk be, Farkas Anitájét, aki könyvtárunknak is olvasója. Erre az eseményre is szeretettel várunk mindenkit. És szeptember 30-án egy történész előadására kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal tanácstermében, de a mi rendezvényünk lesz ez az előadás is. Raffai Ernő Trianon 100 címmel fog tartani, ez a sokakat érintő és érdeklő témával kapcsolatos beszámolót, előadást. A Kincskereső Gyermekkönyvtárban a ringató foglalkozásra keddenként, a kakaópartira pedig havonta várják újra a kicsiket.